Hát sziasztok! Nagyon-nagyon szép jó reggelt kívánok. Nem tudom, hogy ti izgatottak vagytok-e, de én igen. Ez az idei év utolsó... Utolsó? Utolsó! Igen, karácsony van. És jövőre találkozunk legközelebb. Egy év múlva ugyanitt. És hát azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jó üzenetünk kéne, hogy legyen. Nem? Tehát ilyen záróakkordként. Tadám! Ez hála Istennek nem az én felelősségem, hanem kié is. Egészségetek. Ez nagyon rossz. Ezt ismerjétek, ezt az új technológiát, hogy nem tudod elveszíteni a kupakot, de inni se tudsz. Van egy főosztály, erre van speciálizálva, hogy lehet meg szivatni az embereket. Ja. Egyébként jó ötlet, csak... Aki... Nagyon. A szemedet mindjárt. Jól van, na. Én mindig leszedem, engem idegesít. Aha, csak nagyon nehéz letépni, igen. Hányan emlékeztek még a legutóbbi alkalomra? A legutóbbi előttire. Ugye a témánk a követelmény, elvárás, tudatosság, vagy ezzel szemben az élet, illetve a kegyelem tudatosság volt. És egy picit ilyen, nem is akarok ilyet mondani, tehát úgy tűnik, mintha ezt már hallottuk volna. Tehát úgy tűnik, mintha ez egy olyan téma lenne, ami hát nem forradalmi. Ugyanakkor szerintem az, mert nem tudom, ismeritek ezt a hozzáállást, amikor régen emlékszem, hogy jártam, nem is fogjátok elhinni, konferenciákra. Ezt nem hiszem. Tehát, nem tudtam, hogy nem fogod elhinni, de tényleg így van. Jártam konferenciákra, és minden konferenciának volt egy témája, és sok helyről, országokból nemzetközi előadók, tehát hogy összegyűltek a krémek krémje, és mindig vártam, hogy valami eszenciálisan újat fogok hallani. Tehát valamit, amit na végre megvan, ez hiányzott. Tudod, és az utolsó, tudod, a puzzle darab, az utolsó a helyére kerül, és a kép teljes. És persze mindig vannak új felismeréseink, és ez teljesen rendben van. De egy ponton rájöttem, hogy nem újat kell hallanom. Nem elsősorban azzal járok jól, ha még hallok valami újat, hanem azzal járok jól, hogyha a lényeget egyre mélyebben és mélyebben megértem. Ha a lényeget nem csak értem, hanem valamilyen furcsa alázattal, vagy akár buzgósággal, úgy értem, energiát beletéve magamévá teszem. Nem tudom, hogy voltatok-e már, mind jártatok iskolában, legalábbis feltételezem, úgy, hogy valamit megtanultál, de nem értettél vele egyet. Megtanultad, ötösre vizsgáztál belőle, de nem vált az életed részévé. Tudtad, tanítani is tudhattad volna, kis csoportba korrepetáltál belőle másokat, és mégsem vált olyan szinten az életed részévé, hogy az bármilyen döntésedet alapvetően meghatározta volna, vagy az életstílusodat, az életmódodat megváltoztatta volna. A napi rutinodat, tehát eddig úgy álltam hozzá a problémákhoz, hogy most meg már másképp állok hozzá, azért, mert valamit megtanultam, megértettem és magamévá tettem. Tehát amit mondani próbálok az, hogy ennek a mostani kis minisorozatnak a célja az, hogy az élet legfontosabb tényezőjét a gyakorlat szintjére emeljük. Mert különben pont a hajadra kenheted. Zéró hatása, nulla. Lehet ekkora fejed el is billen oldalra, annyira okos vagy már, de hogyha a dolog
És ezek, tudom, ilyen, Sanyi, mit értesz ez alatt? Nem válik a tiédé. Basszus, hát hogy váljon az enyémé? Ragadjam meg és fussak vele? Vagy hogyan? És hát ezekről kéne gondolkozni, nem? Tehát, hogy hogyan válik valami, ami hívjuk kritikusan elméletnek, tök jó elméletem van az életről, előadjam filozófiámat, és a megélt, úgy értem, az életedet megajándékozó, gazdagító problémákból kiemelő, a mindennapok őrülete fölé emelő valósággá válik. Szerintem nagy különbség van a kettő között. Az előbbivel lehet dicsekedni, az utóbbivel meg széles mosollyal élni. Én inkább az utóbbit szeretném. És őszinte vagyok, bevallom, annak ellenére, hogy itt állok és jártatom a számat, van a keresztény teológiának, a valóságnak egy csomó olyan része, amit szerintem csak fejben tudok. Ez a helyzet. Úgyhogy én motivált vagyok. És ugye ennek az egész témának a bibliai középpontja az Galácia levél. És sokat olvastuk belőle a legutóbbi alkalmakkor, és most is fogunk belőle olvasni, viszont inkább csak gyorsan összefoglalnám első körben, és aztán beinjektálnék így az összefoglalás és a Galácia levél olvasása, amit nagyon fogtok élvezni, mert állati jó, közé egy gondolatot, amit nemrég hallottam, és ilyen szempattintó volt. És ezt meg akarom osztani veletek, jó? Tehát ez valami, amit én most tanultam. Alapszik, kapcsolódik egy csomó mindenhez, amiről mi beszéltünk az elmúlt hónapok során, de ilyen megvilágosító volt nekem. Jöhet? Oké. Okay. Ugye az összefoglalás csak annyi, hogy a Galácia belieket Pál megrója, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy csodálkozom, hogy eszem rajtatok, normálisak vagytok? Most komolyan, csak Pált előadom. Hát ezt kell látnom? Hát csalódtam bennetek. Hát aki előtt úgy írtuk le a Krisztust, mintha ott lettetek volna, ugye, te, mintha rátettétek volna a keresztfára a kezeteket, és szálka ment volna az ujjatokba, attól az evangéliumtól, a kegyelem evangéliumától, amit hirdettem nektek, ilyen hamar, ugye te milyen hamar elpártoltok egy másik evangéliumhoz? Tehát nincs másik. Hát nincs másik. Bárki, aki ehhez hozzátesz, hogy elvesz belőle, átkozott legyen. Újra mondom, átkozott. Ha én magam hirdetnék más evangéliumot, átkozott legyek. És ugye, ahogy tovább olvassuk, nyilvánvaló a kegyelmi környezet. Máshol Pál a saját evangéliumát a kegyelem evangéliumának hívja. Tehát az örömhír, amit Jézus Krisztus kereszthalála folytán hirdethetünk, az annak az örömhíre, hogy a bűneinket ő hordozta, a sebei által meggyógyultunk, hogy ő az, aki kifizetett mindent, aki helyrehozott mindent, és ezt ajándékba adja nekünk. Hatalommal árasztja kiránk a kegyelmét, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzünk. Minden ki van fizetve, minden helyre van hozva, és a mód, hogy ehhez te hogyan jutsz hozzá, az nem a teljesítményed. Nem az, hogy jó leszel. Nem tudsz elég jó lenni. Nem kell, úgymond azért, hogy ez az ajándék a tiéd legyen, jónak lenned, úgyhogy ez felháborító. Kimondom újra, nem kell jónak lenned, lehetsz rossz, jó rossz, rossz, amilyen rossz csak akarsz lenni. A kegyelem rendszerének a lényege az, hogy nem érdem alapján kapod, nem cselekedetek alapján kapod, nem az alapján kapod, amit te csináltál, vagy nem csináltál, hanem az alapján, hogy ő, Isten szeret téged, és ő tett valamit, ami mindent rendbe hozott, és ő mindezt neked adja, hogyan? Ajándékba.
az ajándék az nem munkabér, nem egy csere ügylet egyik tétele, hanem az egy érdem nélkül elfogadott érték. Ajándék. Na, és hát ezek alatták fogták magukat, és az ajándékból visszaléptek. Harmadik fejezet elolvasom. Elejét, ez összefoglal mindent, és innen fogjuk folytatni. Ó, esztelen galaták! Ki ígézett meg titeket, akiknek szem előtt úgy írtuk le a Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket? Vagy a hit igényének a hallása alapján? Ugye a Szent Szellem, a lélek fordítás, ajándéka egy gigadolog volt. Egy óriási dolog. Szerintem mi is alul értékeljük. De ott csodák történtek, természetfeletti megnyilvánulások voltak, nyelveken szóltak, kezeiket rávetették a betegekre és meggyógyultak, börtönből szabadultak ki, mindenféle történt. Hatalmas jelek és megnyilvánulások voltak. És kérdezi Pál, hogy oké, amire olyan nagyok vagytok, amitől leesett az állatok úgy, hogy koppant a melleteken, azt hogy kaptátok? Mert nem ez a lényeg, ez is fontos, de csak tudom, hogy ettől vagytok olyan lelkesek. Hogy kaptátok? Betartottad a mózesi törvényt? Egyszer csak csináltál valamit, és mert olyan ügyes voltál, Isten azt mondta, hogy tessék, itt van. Hogy kaptad? Hogy működött? Ami működött. És hát úgy működött, hogy hallották a hit igéjét. Hallották a hit igéjét. Hallották Isten szavait, és hittek benne. Hallották, és hittek. Hallották, és hittek. És ez az első lépés abban a kérdésben, hogy hogyan tudom elfogadni. Az elfogadásnak a legelső lépése, vagy lehet, hogy az egyetlen lépése, csak ezt kell kicsit definiálni, az az, hogy hallom, azaz nem én hozom létre, nem én okoskodom ki, hanem Isten már megcsinálta, és elmondja, hogy mit csinált. Meghaltam, értetek. Én, aki igaz vagyok, bűnné lettem, hogy te, aki bűnös voltál, igazzá legyél. Ezt ő megcsinálta, és elmondja. Hallod az igét, a leírását annak, amit ő csinált. És mit csinálsz? Hiszek benne. Elfogadom valóságnak. Elfogadom valóságnak, és erről fogunk szerintem még többet beszélni. A hit igének hallása által kapjátok, vagy a törvény cselekvése alapján? És hát költői kérdés, nyilván a hit igének a hallása által. Ennyire esztelenek vagytok? Ugyetem, itt ki van bukva? Tehát ez... Ugyetem, amit lélekben kezdtetek el, az a szellemben, most testben akarjátok befejezni, és igen, ez történik velünk is. Hallunk egy eszméletlen hírt, hallunk egy eszméletlen lehetőségről, hallunk egy hatalmas erőről, de mert olyan bonyis, ugye lehet, hogy nem bonyis, lehet, hogy tök egyszerű, csak annyira más, mint ahogy eddig működtünk. Eddig hogy működtél? Hát úgy, hogyha volt valami kihívás, feltűrtem az ingem ujját, megnéztem, hogy milyen eszközök, lehetőségek vannak körülöttem, emberek, eszközök, pénz, nem is tudom, és nekiálltam, és megcsináltam. Vagy hogyha az iskolában, tudod, valaki rám pirított, hogy Sándor, ne rendetlenkedjen! Akkor mit csináltam? Fogtam magam, és elkezdtem abba hagyni a rendetlenkedést. Elkezdtem jól viselkedni. Előre köszöntem a tanárnak, hoztam neki csokit, meg csontot a kutyájának. És ugye te megvan a módszerünk az életre, érted? Vagy, és olyan nehéz azt elengedni. Az élet módszeredet. Az érvényesülésre, a megfelelésre, a boldogulásra. És itt adta haza egy új módszert. Nem emlékeztek? A mámor pillanatában a konferencián, amikor nyelveken szóltatok, és csoda történt, és dicsfény jelent meg, és nem tudom mi minden volt, azt a hit igéjének a hallása alapján kaptátok, hogy hallottátok és hittétek, és akkor ott olyan lelkesek voltatok, és eltelt két hét, és visszamentek állatot áldozni?
És félve néztek a holdra, meg a nem tudom mire, hogy újra szolgaság alá kerüljetek? Ugye te a természeti körülményeknek alávetitek magatokat újra, és a régi módszerhez visszatértek? Egy hét után? Egy hónap után? Egy fél év után? Csak azért, mert az könnyebb, mert rutinosabb? És igen, hát ezt csináljuk. Sőt, el sem mentünk onnan. Csak beültünk az istentiszteletre, vasárnap délelőtt, dumáltunk róla, hallgattunk róla, azt, mintha mi se történt volna. Hazamentünk, és csináltunk mindent ugyanúgy tovább. Katolikusok. Célzás volt. Értitek? Tehát, hogy basszus, mire jó ez? Mondjuk jó itt lenni veletek, igaz, meg egész meleg is van, lesz süti is később, van gyertya is, minden van. Hát tök jó. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, erről beszéltem, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hitigéjének a hallása alapján teszi ezt? Nem a törvény cselekedetei. Rendszerváltás van. Rendszerváltásra van szükség. És ezt a különbségtételt nem vallásosan kell megtenni vasárnap a gyüliben, hanem a hétfő reggeli nyúlós, matató őrületben. Akkor úton vagy a munkahelyedre. Ott kell megtenni ezt a választást. Ott kell életmódot változtatni. Amikor, tudod, az első példában mondtuk, hogy a főnök rád csapja az ajtót, rád nyitja az ajtót, és vörös a feje, tudod, és kezd, és tudod, már nem is mondod semmit, te már, hogy is fogalmaztunk, futok és félek, vagy nem tudom, mit csinálok. Oké, hallgassátok vissza, majd ha feltöltöttem. De azt már feltöltöttem az első. Az első fönn van már, ugye? A második nincs fönt. Jó. A lényeg az, hogy, és itt abba hagyom az összefoglalást, hogy ismerjük a kegyelmet, mint rendszert, ismerjük az elméletét, helyeseljük is, de megtörténik velünk, hogy a gyakorlatban, a hétköznapi valóságban, de akár a szellemi valóságban, a vallásos valóságban sem élünk az alapján. A vallásos valóságra hadd mondjak egy példát, mondj egy szörnyű bűnt. Hazudtál, túloztál, veszekedtél, irigykedtél, belerúgtál a kutyába. Bármi. És utána richtig bűntudatod van. Olyan rendes bűntudatod. És elkezdesz valamiféle vezeklést. Ez mi? Ez a régi rendszer, ez a törvény. Ez az, hogy nem éled a kegyelmet. Miért? Mert a zsidókhoz írt levél, ha a papok által újra meg újra bemutatott áldozatok tökéletesek lettek volna, akkor nem kellett volna őket újra bemutatni, és az, akik áldoztak, megszabadultak volna a bűntudattól. Jézus Krisztus volt az igazi és tökéletes áldozat, és ha ő tökéletes volt, akkor velünk mi történik? Megszabadulunk a bűntudattól legálisan? Nem legálisan, kényszerűen. Ha ki van fizetve a bűnöd, és tényleg ki van fizetve, múlt, jelen és jövő, és tudom, ez nehéz, a jelen, az is nehéz, de a jövő bűne is ki van. Tehát Jézus Krisztus mindent elvégzett, teljesen igazzá tett engem, és én igaz ember vagyok. Az igaz embernek kell, hogy bűntudata legyen. De a látásom alapján most követtem el a bűnt. Most követtem el, és ha elkövettem, akkor félre söpröm az egész kijelentett evangélium igazságot, hisz amit a szemeimmel láttam, valósabb! Nem ezt mondjuk?
Nem ez a csapda, amit a szemeimmel látok valósabb, amit megtapasztalok valósabb. És kikukázom az evangéliumot, kikukázom Krisztus váltságművét, és úgy mondom, a bűnöm miatt bűn tudatom van, és az is kell, hogy legyen. De akkor nem ment át? Hogy ki van fizetve? Hogy teljesen helyre van hozva? És hogy igaz vagy annak ellenére, hogy te még megtapasztalod a bűnt? Mondom, hogy bonyis, ne, annyira meg nem bonyis, de ez egy gyönyörű példája annak, hogy amit lélekben kezdtem, testben fejezem be. Azt próbálom mondani, hogy rugdoshatom a kutyát? Nem. Azt próbálom mondani, hogy a gyarlóságunk addig, amíg itt vagyunk a Földön, része lesz a mindennapi tapasztalatunknak. És törekedhetek rá, hogy egyre szentebbül éljek, de minél jobban törekszem, annál nehezebben fog menni. Rómaiakhoz írt levél 7. Amit cselekedni akarok, a jót nem teszem, csak azt a törvényt talál magamban, hogy a rosszat teszem. És minél inkább akarom a jót tenni, annál inkább teszem a rosszat. Ahogy a törvényt, úgy értem, a szabályt felerősítem, az felszít bennem mindenféle kívánságot és bűnt. És egyre, minél inkább mondod, hogy ne gondolj a citromra, annál inkább gondolsz a citromra. És akkor hogyan lehet? Hát úgy, hogy bízom az Úrban. Úgyhogy elfogadom, hogy igaz vagyok. Elfogadom, hogy ez nem probléma többé. Nem kell helyesnek mondanom a helytelen, nem kell azt mondanom, hogy a citrom narancs, vagy banán. Nem kell torzítanom semmit, de lazítok. És a lazításban gyümölcsként megtermem, egy természetes élet eredményeként megtermem, hogy egyre kevesebbet gangsterkedek. Vagy lehet, hogy nem. De lehet, hogy nem is. Lehet, hogy a gengszerkedés nem is tűnik el olyan gyorsan. Tehát ez baj. Ahogy vesszük. Mert hogyha az igazi lényeg, hogy megértsd az evangéliumot és a bevégzett munka teljességét, azt, hogy te a tapasztalataid ellenére hihetsz Isten kijelentésében, például abban, hogy igaz vagy, akkor lehet, hogy nem is olyan rossz, hogy továbbra is küzdködsz valamilyen kihívással. Mert újra meg újra el kell döntened, hogy mit hiszel. A bűnt magasztalod föl, vagy Jézus Krisztust, aki kifizette. Újra meg újra el kell döntened. És lehet, hogy eljutsz arra a pontra, ahol Krisztus van, hogy szeret téged feltétel nélkül a bűnöd mellett és a bűnöd ellenére. Ezt érted? És te is elkezded magad szeretni feltétel nélkül a gyarlóságod és a gyengeségeid mellett és ellenére. Attól jó, attól nem jó, de el van intézve, érted? Nincs kárhoztatás, nincs igaz vagy. Gyengeséged közepén mondhatod azt, hogy én vagyok Isten igazsága Krisztus Jézusban. Le akarsz szokni a dohányzásról? Én vagyok Isten igazsága Krisztus Jézusban. Nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Értitek, hogy ez a bevégzett munka? Ez az alázat? Ez a valóság. És tudod, ahogy ez a gondolat egyre mélyebb lesz, hogy egy ponton már nem is kell. És tudod, mintha te teszed le erőből, az kinek a dicsősége? Az kié? Ne, tedd le erőből, ha akarod. Szerintem nem fog menni. De ha kinövöd, ha lehullik, mint egy elszáradt falevél, ha gyümölcsként megtermel, akkor utána azt mondod, hogy basszus, dicsőség neked, Uram. Ez élet. Mindent szabad nekem, csak nem minden használ. Mindent szabad nekem, csak ne váljak semminek a rabjává. Ha te rád nézek, akkor szabad vagyok. Értitek? Én se értem.
De ezért vagyunk itt, és ezért nem rossz, ha ezen gondolkozunk, mert ez kicsi dolgok. Tehát ugye az elméletet úgy tudjuk, kell a kegyelem, így, jó evangélium, úgy, magyarázunk, dumálunk, de amikor ott van az a szörnyű valóság, tudod, a hétfő reggel, ott kell ennek életteli módon ott lenni. Ja, ennyi volt a bevezető. Zárójeles gondolat, amit ígértem. Emlékeztek még rá? Ígértem egy... Tadá! Egy pár verset meg is nézzünk hozzá. Fejből próbálom előhívni a verseket. 2 Korintus, lehet, hogy 1 Korintus, 2:21. Vagy valami valahol ott arra felé. Kettő Korintus lesz szerintem, 2 Korintus. 21 nincs, úgyhogy ezt már megszívtuk. És ha én megtalálom? Nem tudod, melyik verset keressük. Csak vicceltem. Azt a verset keressük egyébként, hogy nem a... Hogy Isten szellemét kaptuk, hogy megmutassa nekünk mindazt, amit Istentől kaptunk. Megnézem, mert telefonomban benne van. Korintus 2:12. Bingo, szuper, nem is kell keresgélnem. Köszönöm szépen. 2:12. Egy Korintus 2, akkor az segít, akkor mégiscsak összeadjuk, egész jól összejön így csapatbunkában. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, tehát 1 Korintus 2:12, tehát nem a világ szellemét kaptuk, tehát nem azt a, konkrétan azt a szellemet, de ez szerintem jelenti azt a szemléletet, azt a hozzáállást, azt az általános elképzelést. De egyébként ez konkrétan a Szent Szellemről beszél. Hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Itt álljunk meg. Miért kaptuk a szellemet? Sok okból, de az egyik az, hogy megkapjuk mindazt, amit Istentől kapnunk kell. Ez van odaírva? Olvassátok újra. Isten azért adta a lelket, hogy megkapjuk mindazt, amit Istentől kapnunk kell. Nem ez van odaírva. Mi van odaírva? Azzal indít, hogy már megkaptunk egy csomó mindent, már a miénk, már megvan, már nekünk ajándékozta, de nekünk fogalmunk nincs róla. És a Szent Szellem kell azért, hogy felismerjük, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Itt van a dilemmánk, tehát hogy a bevégzett munka teljes, úgy értem, Isten nekünk adta, Jézus Krisztus bevégezte, nincs további tennivaló az ő részéről, mindent lezsírzott, minden rendben van, nem kell könyörögni Istennek, nem kell megfűzni, hogy csináljon még valamit, az áram folyamatosan folyik a konnektorban, csak be kell dugni a konnektorba. Mi az összes, a villásdugót, hogy hívják azt? Úgy hívják? Be kell dugni. Tehát nem kell, hó, villamos művek, kérlek, adj áramot, adj fényt, mert olyan nagyon kéne a sötétben. Sokszor ez az hozzáállásunk keresztényenként. Azt gondoljuk, hogy mi mindent jól csinálunk, Isten a lúzer, ő nem szolgáltat eleget, ő nem ad eleget, ő mulaszt, tehát ő a mindenható, ő a szuverén, ő intézket, kapcsolgat mindent. Sötét van, hát miért van sötét? Hát miatta van sötét? Nem így gondolkozik a vallásos kereszténység? Így gondolkozik. Isten meg azt mondja, ha van itthon valaki, mindent lezsíroztam, csak ugye szabad akarattal bíró lények vagytok, nem vegetatív
palánták az ágyasban, akiket intravénásan táplálok, vagy nem tudom, hogy, hanem jöttök, mentek. Ugye Ádám és Éva az édenkertben, ott volt minden gyümölcs. Fogta, letépte a banánt, és meghámozta, és megette. Ezt sok keresztény munkának hívná. Nem, az édenkertben nem intravénásan táplálta Isten Ádámot és Évát. Nem feküdtek mozdulatlanul a mohában, és ilyen kis szálak így belefűződtek a testükbe, és ment beléjük a kajak, a nyál is csorgott a szájuk szélén. Jöttek, mentek, éltek, szabadok voltak. Ti is jöttök, mentek, éltek, szabadok vagytok. Az ő képére teremtett lények. Basszus, az áram ott van a konnektorban. Ha az neked nagy meló, hogy be kell dugni a konnektorba a dugót, akkor valami baj van. Élj vele! Ja, hogy nem tudtad, hogy mi az a cucc ott a falon. Hát erről beszél ez a vers. Azért adta a Szent Szellemet, hogy megismerjétek mindazt, amit Isten már nektek adott. Új értelme van a Biblia olvasásnak. Nem arról szól, hogy tuningolom magam, és most aztán megfelelek Istennek, most aztán megcsinálom a tutit. Nem, arról szól, hogy hopp, ez is az enyém, hoppá, azt hiszem meggazdagodtam, hoppá, ez is az enyém, hoppá, békesség, azt a mindenit. Hát így kéne olvasnod. Mint, nem is tudom, kicsoda a cukorkásboltban? Móriczka a cukorkásboltban, Pistika a cukorkásboltban, bemegy is, ez is az enyém, ez is az enyém. Ehelyett hogy gondolkoztok? Hanem úgy van az, meg kell felelni. Belerúgtam a kutyába, ez nem az enyém. Majd, ha jó leszek, akkor. Vagy hogyha majd megcsinálom. Vagy hát úgy sem működik ez nekem, ez másoknak működik. Nincs ott az a gyermeki egyszerűség, nincs ott az a rutin, hogy ez az enyém, és elfogadom, és élek vele. Hanem a hitetlenkedésnek, a kételynek mindenféle formája van. Ó, legutóbb is kinyújtottam érte a kezemet, és megcsapott az áram, vagy nem tudom, egyre rosszabbak a példáim, nem számít. Inkább tovább olvasok. Hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással a lelki dolgokat a lelki embernek magyarázva. De a következő gondolat az 2 Péterben lesz. 2 Péter 3. Oké, 3 és 4. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Itt most megállunk. Ez ugyanaz a gondolat. Ugye Isten már nekünk adta, és nekünk meg kell értenünk, ez volt 1 Korintusban. Itt meg az van, hogy ő megajándékozott megint kegyelem, ajándék mindazzal, ami mire való. Az életre és a kegyességre, erről már beszéltünk, mindjárt jön a megvilágosodás. Az élet az a fizikai valóság, a hétköznapi dráma, a nyúlós hétfő reggel. A kegyesség meg az Isten szerint valósága, hogy én a természet feletti dolgokat megértsem, hogy éljem, hogy annak része legyek. Hogy állok erőforrásilag ezekkel kapcsolatban? Minden az enyém. Megajándékozott mindennel, ami az életre és a kegyességre való. Hogyan? Itt mondja, figyelj, hogyan? Azáltal, hogy megismertük őt, aki a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. A megismerés, az ő személyének a megismerése a lényeg. Olvasunk tovább, és akkor itt jön a tadám. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Ebben 3 nagy gondolat van. Az első,
hogy drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, és ezzel kapcsolatban volt a megvilágosodásom. Mindjárt mondom. Tehát ígéreteket kaptunk. Ezek egyrészt ígéretek, amik azt mondják, hogy ez a tiéd lesz. Aztán az ígéreteknek egy része a valóság kijelentése. Ő hatalommal árasztja kirátok a kegyelmét. Az nem egy ígéret, hogy majd fogja árasztani, hanem az a meglévő valóságnak, az ő sebei által meggyógyultatok. Ő, aki igaz volt, bűnné lett, értetek, hogy ti Isten igazsága legyetek, ő benne. Ezek deklarációk, a szórend fontos, mi? Igen, betűrend. Tehát ezek kijelentései meglévő valóságnak. Ígéretek és kijelentései meglévő valóságnak. És ezek hatalmas erővel bírnak, és isteni természet részeseivé válunk általuk. Isteni természet részeseivé. És ezáltal megmenekülünk attól a pusztulástól, ami a világban van. Figyeljetek! Ezt is én régen vallásosan értelmeztem, de ez a valóságról beszél, a hétköznapról, hogy megmeneküljetek a depressziótól, hogy megmeneküljetek a tehetetlenségtől, hogy megmeneküljetek a félelemtől, hogy megmeneküljetek a bármitől, nem tesz kivételt, isteni természet részeseivé, hogy megmeneküljetek. Értitek, hogy milyen megoldás érték van benne? Tehát ott térdelek a konnektor előtt, és nyomkodom bele, és úgy érzem, hogy óriási jelentősége van, hogy belecsúszson. Értitek? És ez a hogy kell bedugni, maradt már csak hátra, mert minden el van végezve. Ezt értitek? Nem kérdezem meg többet, hogy értitek-e, mert ez ilyen időhúzás a részemről. És itt jön, amit megértettem. Az ígéretek. Ígéret. Túl hirtelen a kép. Nem tanulmányoztam, nem volt időm tanulmányozni, talán majd legközelebbre. De a látás, a vízió, héber szava, azt hiszem, hogy a vízió, a látás és az újszövetségi remény szónak a szinonimája, a héberben ugyanaz a szó, ami a megfogantatás szava. Megfogan. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk az elmúlt hónapokban a hit kapcsán a képalkotás, az elképzelés, a vizualizálás jelentőségéről. Ugye azt mondtuk, hogy ha bármi problémád van, akkor vagy bármilyen hazugsággal, kísértéssel találod szembe magad, bármivel, ami nem az evangélium örömhíre szerint való, akkor azzal azonnal fordulj szembe, szavakkal fordulj szembe, és képet alkoss a megoldásról, a jóról. Emlékeztek erre? És a képalkotás szava, amely ugye az új szövetségben a remény szinonimája, kicsit a szinonima szót pongyolán használom, de a megfelelője, az a megfogantatás. Tehát ugye arról beszélünk, hogy Isten ígéretet tett nekünk, és az ígéretnek meg kéne fogannia bennünk. Ki kéne nőnie, ki kéne hajtania. Tudjátok, a magvető példázata, erről is beszéltünk, hogy milyen földbe esik. És ugye egyetlen egy olyan mag volt, amely túlélte, miközben rossz földbe esett, amely mellett a gyomok, e világ gondja és a gazdagság csábítása felnőtt, és megfojtotta, és nem termett gyümölcsöt. Tehát a magvetés, a megfogantatás és az abból való kinövés, felnövés, erőre kapás képe bibliai. Rendben van. Úgyhogy az elfogadás egyik kulcsa, hogy amikor egy ígéretet kapok, akkor abból rögtön képet alkossak. És erre hallottam egy zseniális példát. Konkrétan a magokkal kapcsolatos. Hányan kertészkedtek, vagy foglalkoztok magokkal? Tehát az én feleségem néha vesz ilyen magot, olyan magot. Hát én ránézek a magokra, én meg nem tudom különböztetni. Halvány lila gőzöm sincs róla, hogy melyik mag, micsoda, vagy mi lesz belőle. Talán néhány szotyolát azt talán felismerem, de azon kívül teljesen... és a feleségem
olyan trükkös, de nem is a feleségem, hanem a mag kereskedők. Mert tudjátok, mit csinálnak? A kis zacskóra, amiben benne van a mag, mit csinálnak? Ráteszik a képét annak a növénynek, ami ki fog nőni belőle. És onnantól az számomra valósággá válik. Azelőtt csak ilyen pici kis, ilyen, főleg a virágmagok, ilyen kicsi kis, az nem is mag, az porszem. El is tüntetném, mert zavarja a tenyér. De nem, az egy mag volt, de ha látom mellette a képet, akkor ez az elvont kis apró, pici kis nyomorult kis cucc megtelik tartalommal és valóságossá válik bennem. Onnantól el tudom hinni, hogy ha ezt a kis por valamit belerakom a földbe, abból lesz egy ilyen kis piros virág. Mert láttam a képét. Ezt értitek? A mag akkor fogan meg, amikor látom a képét. Akkor fogan meg a szívemben, amikor látom a képét. Úgy tudom életben tartani a hitemet. A mag, ami egy semmiből kinövő, eszméletlen eredmény, megszabadulok, bővölködök, örömmel élek, megszabadulok a bűntudattól, szabad vagyok, élek, tudod, csupa nagybetűvel élek. Most még csak egy kis mag. Krisztus azt mondta, hogy hatalommal árasztja ki rám a kegyelmét. Mi az, ezt tudod? Szinte semmi. De ha van hozzá egy kép, ha el tudom képzelni, hogy ez hogy fog valóra válni, hogy ez miként válik valóra, akkor fogan meg, és akkor marad életben. A kegyelmet hittel párosítani, az igét hittel párosítani, az, hogyha a hitnek a teljes dimenzióját akarjuk nézni, akkor nem csak annyi, hogy rábólintok, és nem lázadok ellene, nem csak annyi, hogy emlékszem rá, nem csak annyi, hogy elméletben elfogadom valósnak, hanem annyira elfogadom valósnak, hogy képet alkotok róla, és a képben magamat is beleképzelem, és a képet életben tartom. Hányan építkeztetek már? Oké. Okay. Elképzeltétek-e a házat készen? Bele is örültetek volna, ha nem. Sit között, tudod, csoszogunk a nappaliban. Vagy amikor nyaralni mentek, hányan nézegettetek előtte képeket arról a helyről, ahova mentetek? Ó, én olyat nem csinálok. Nem képzelgek. Dehogy is nem nézegettük a képeket, elképzeltem, hogy már ott futok a tengerparton, és tudod, ez a képalkotás a hitnek nélkülözhetetlen része. Értitek? Különben az egész elmélet marad. Megfoghatatlan. Nem vallásosan kényszerű ez, bár az ige is beszél róla, hanem az emberi elme működése szintjén nem megy másképp. Mindent képekben tanulsz, értesz és emlékezel. A magolás ezért értelmetlen. A gyerekeket, amikor bemagoltatnak velük egy szöveget, anélkül, hogy értenék, anélkül, hogy amellett megállhatnának, hogy ahhoz a megértéssel járó valóság kapcsolódna, képek kapcsolódnának, meddig működik, meddig tudod visszaidézni Egy verset nem úgy tudsz megtanulni, ha érted a verset, és érted a gondolatmenetét, hogy mit is mond a szerelmes a szerelmesnek, és most mondja neki azt, hogy ebben a verszakban jön az, hogy, és emlékszem rá, mert az egésznek van értelme, ahogy meg csak bemagultam szavakat. Jó ez? Ez volt a megvilágosodás. Erre emlékezzetek. Virágmag. Virágmag. A kis tasakon a virág képével. A virágmag kép nélkül valószínűleg a szemétben végzi. A virágmag a kép nélkül. Csak a feleségem otthon letesz nekem egy ilyen kis papírfecnit, szépen összehajtogatva, benne virágmag van. Megnézem, kihajtogatom, egy kis por kiesett, mi az, összegyűjtöm, amit begyújtok vele. A mag kép nélkül nem éli túl. Tovább menjünk egyáltalán? Szerintem ez volt a lényeg.
Már majdnem egy órája dumálok. Ezt értitek? De. Megígértem, hogy nem kérdezem meg többet, de újra megkérdeztem, már kétszer is azt hiszem. Jó, kicsit Galácia levélre. A képalkotás mikéntje és hogyanja, még mielőtt Galácia levélre, szerintem ez megér egy pillanatot. Már álljunk meg. Hogyan alkotok képet? Egyrészt természetesen, könnyen. Hányan jöttetek kocsival? Hol áll a kocsitok? Amikor hol áll a kocsitok, egy koordináta rendszer jutott az eszedbe? Méter és távolság az ajtótól, 5 lépés előre, balra fordulás, 90 fok, 12 lépés. Ez így emlékeztek rá? Hogy emlékeztek rá? Emlékszünk, hogy hol álltunk képek. De egy képet látsz, nem? Tehát, hogy amikor sétálsz a kocsit felé, és oda nézel, és a képet szerint a kocsinak ott kéne állnia, és a kocsit helyén hűlt hely van, akkor... Tehát, hogy a képet várod. Hány ablak van a nappalitokban? Három. Tudtad a számot? Végigmentél, és megszámoltad. Tehát a képalkotás természetes, egyszerű. Csak adnod kell neki egy pici időt, hogy megtörténjen. Ugye az elmélkedés, amit Első Zsoltár mond, hogy boldog az az ember, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal, az valójában annak az ideje, hogy hagyod, hogy Isten szelleme megmutassa neked a képeket az igével kapcsolatban. Konkrétan erről szól, hogy hagyod, hogy Isten szelleme megmutassa azzal a tartalommal kapcsolatban a képeket. Maga az Első Zsoltár is rögtön egy képet ír le, olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Meg kéne állnod, és ezen elmélkedned, azaz hagyni, hogy ebben a képben te belekerülj, ott egy fa, folyóvíz mellett. Rohadt meleg van, ugye te baromi, hátrafordulsz, és ott csak sivatag van. De ez a fa, ez zöld. Miért zöld? Mert a gyökerei lemennek a folyóig. Van víz. Oké, és nekem ehhez mi közöm? Hagyjál már, nem vagyok én botanikus. Hát az a között hozzá, hogy te vagy ez a folyóvíz mellé ültetett fa. Nekem nincsenek gyökereim! Értem. Kicsit... Én maga vagyok a gyökér, igen. És tehát ezt próbálom mondani, gyökér vagy, Sanyi. Nem. Kikeveredünk innen, nyugi. Talán. Na, és akkor adj időt a Szent Szellemnek, hogy figyelj, neked vannak szükségleteid. Levegő. Én intéztem, hogy legyen levegő. Víz. Intéztem, hogy legyen víz. Kaja. Intéztem, hogy legyen kaja. De neked vannak lelki szükségleteid is. Fontosság, biztonság, szeretet, életértelme. Én belőlem jön minden. Megvan mindened, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy ismersz engem. Azáltal, hogy komolyan veszed, hogy én érted élek. Hogy neked adtam mindent, hogy soha többet nem leszel már egyedül, hogy azon a nyúlós hétfő reggelen nem csak annyi van neked, amennyit a szemeddel látsz, ennyi pénz van a zsebemben, ennyi energiám van, ennyire vagyok ideges, ennyien fognak segíteni. Nem, én ott vagyok veled. Mi lenne, ha hétfő reggel választanál engem? Mondanád azt, hogy én mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít. És elvárom, Uram, elvárom, basszus, hogy belépj a helyzeteimbe. Elvárom. Miért? Mert megígérted, és te nem hazudsz. Hiszen ki vagyok bukva, nem lépsz be a helyzeteimbe. Nem megengedhető. Megígérted, számítok rád. És nem teszek érte semmit. Te már mindent megtettél. Nem fogok bohócot csinálni magamból, és
téged meg semminek mondani, megtaposni a véredet, és a Krisztus bevégzett munkáját semminek tartani, és mégis megfelelni a törvény szerint, nem fogok csinálni semmit. Semmit nem. Csak elvárom, hogy áldj meg. Elvárom, hogy megtörténjen. Mert ezt ígérted, ez az új szövetség, ez az új rend. Mi lenne, ha hétfő reggel engem választanál? Mi lenne, ha minden helyzetben megpróbálnál engem választani, és kockáztatnál? Kockáztatnál, hogy vagy kiszabadít, vagy elveszek. Ugye a Sádrák, Misák és Abednego, van nekünk Istenünk, aki ki tud minket szabadítani a te kezedből, de ha nem tenné, akkor sem hajolunk meg a szobor előtt. Van nekünk evangéliumunk, van nekünk üdvösségünk, van nekünk szabadító, hatalommal ránk árasztott kegyelmünk. Nem fogok fejet hajtani a törvény előtt, nem fogok visszatérni a szolgaságba, nem fogok visszatérni abba a nyomorult életbe. Legfeljebb elveszek. És ugye ez nem jelenti a tétlenséget, csak az, hogy megtagadom az aggódást, megtagadom a szorongást. Azt mondom, hogy örülni fogok, mert az Úr velem van. És ha mégis pofára esek, hát majd fölállok és leporolom magam, és megnézem, hogy miért nem sikerült bedugni a konnektorba azt a bánatos villát, mert azt hittem már benne van. De őt kéne választanunk. Nem vallásosan, hanem életstílusként, erőforrásként, módszerként. Ő a módszer. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út, én vagyok az eszköz, a pálya, amin A-ból eljutsz B-be. Én vagyok a módszer, amin eljutsz A-ból B-be. Én vagyok az út. Én vagyok az út, mondja az Úr. És hatalmas ígéretekben részesültetek, hatalmasokban, amelyek által isteni természet részeseivé váltatok. Alkossatok képet róla. Ugye mindezt elméletben végigcsinálni a nyúlós hétfő reggelen nem lehet, de a képet beidézni. Tudod, hogy én a folyóvíz mellé ültetett fa vagyok, tele vagyok energiával, ugye Isten harcolja a harcaimat, angyalok mennek előttem, és kaszabolják le az ellenséget, én meg tudod, mint aki vizen jár, besétálok képek, érted? Képek. Alkoss szifit, alkoss fantáziát. Képzeld el, hogy az életed szüntelen nyaralás, mert minden sikerül, amit teszel. És mindig öröm, mindig békesség, mert az Úr ott van veled, és mindenre van erőd Krisztus által. És ha van erőm bármire, akkor semmi nem probléma. Ezt értitek? Én nem értem, mert a mindennapokban jön az, amit látok, jönnek a szorító feladatok, jönnek a számlák, és azokat nagyobbra értékelem, mint a bűnömet. Azelőtt a bűnömet, azt is nagyobbra értékelem, és bűntudatban értem, holott igaz ember vagyok. Most már nem élek bűntudatban, mert megtanultam, hogy igaz ember vagyok, de stresszben élek még mindig, mert nem hiszem el, hogy a kegyelem a hétköznapokban is valós. Hogy ez nem egy elmélet, amit csak a vasárnapokra, a szellemi pillanatokra való, hanem ez a valóság teljes egysége, hogy Krisztus megszabadított. És hatalommal élheted az életedet. Azzal, amit ő adott neked, aki ő maga. Ó, esztelen galaták! Kiverte át a fejeteket úgy, hogy ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok. Így van megírva. Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Hit. Egyszerű elfogadása a valóságnak. De a hitnek valószínűleg vannak dimenziói. Ugye a hit az, amikor tematikusan vissza tudom mondani. Ezt az elején beszéltünk erről. A hit az, amikor még a verset is tudom hozzá.
Hit az, amikor el tudom magyarázni. Hit az, amikor tanítom. Erre én vagyok a bizonyíték. Nem. Hol válik az ige hitté? Hol válik hitté? Az már szerintem a következmény, amikor élem. De hol válik ez olyan forrássá, ami gyümölcsöt teremve életet hoz? Ugye a magvetőnél, ugye, ott mondta, hogy az e-világ gondja és a gazdagság csábítása felnő, és megfojtja az igét, és nem terem gyümölcsöt. Ha hitet tudok hozzá keverni, jó földbe esik és életben marad, akkor a gyümölcse lesz szerintem, hogy élem. Ugye azért vagyok ezzel most egy kicsit éles, mert hamar kárhoztatni kezdem magam. Megint nézek magamra, nem működik. Tudod, és Sanyi, mit csinálsz rosszul? Miközben nem a tetteim szintjén van a kihívás, hanem a hitem szintjén. A hitem szintjén. Ugye a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a remény lett dolgok valósága. A remény lett dolgok valósága, a remény ugye az a megalkotott kép. A remény az a jövő, azt még nem látom, azt legfeljebb a szívem szemeivel láthatom. Ahogy Pál imádkozik is, hogy világosítsa meg a szívetek szemeit, hogy meglássátok, hogy milyen nagy az ő hatalma rajtatok, milyen az elhívásotok, gazdagsága, nem tudom pontosan. De a lényeg, hogy a hit a reménylet dolgok valósága. És a valósága szó az a forrása, a szubstanciája. Tehát a reménylet dolgok, a jövőben bekövetkező dolgok a hit erejével, a hit életével válnak valósággá. Keresem a szavakat én is. De a hit valóság. Jelenbeli valóság. Az, aki bűnt nem ismert, bűnné lett, értetek, hogy ti Isten igazsága legyetek ő benne. Ez elvégzett, most megvan már, ez egy kijelentés egy meglévő valóságnak. Hiszed? A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem látom, de értem, elmagyarázta, elhiszem, ez a valóság, én igaz vagyok. Nem élek többet bűntudatban. És a reménylet dolgok valósága, az meg a jövőről szól. A jövőt nem tudom most látni, azt elképzelni tudom egyébként, a nem láthatót se tudom látni, de az a jövőről szól. Odáig még van egy út. És ezt az utat, ezt tudom végigcsinálni képekkel. Ezt az utat tudom végigcsinálni képekkel. Képekkel tudok megmaradni mellette. És az a kép lesz, az az erő, az a valóság, az a szubstancia, ami a reménylet dolgokat életben tartja. Csendben jegyzem meg, hogy az üzleti világ, siker szemináriumok és sikertanítások, de nem ezek a parasztvakítók, hanem emberek, akik milliárdosok lettek, és cégeket fordítanak ki a sarkukból is alakítanak át, akik óriási cselekvők, mind-mind egyetértenek benne, hogy lehetetlen vizualizálás nélkül kép, nem varázslás, csak egyszerűen látnom kell, hogy hova kell eljutni. El kell képzelnem az eredményt előre. Mint egy mérnök, amikor megtervez egy házat. Hát húzunk egy vonalat ide, húzunk egy vonalat oda, majd csak jó lesz. Nem. Ő neki látnia kell, ma önmagában a házat kívülről, belülről minden látnia kell. És hogyha igazán jó mérnök, akkor elbeszélget veled, akinek a házat építi, és megkérdezi, hogy hogyan élsz, hogy szeretsz reggelizni, hogyan szeretsz aludni, zavarnak a zajok, nem zavarnak. És elképzelő, hogy te hogy fogsz ott élni, hogy fogsz jönni, menni, és azt szerint azt mondja, hogy ide kell egy ajtó, mert a nappali zavarni fog a hálóban. Ha nincs két ajtó, csak egy, akkor behaladszik a nappaliból a zaj. Tehát neked fontos a csend, mondtad, két, van egy zsilip, a hálószoba és a nappali között legalább két ajtó kell, hogy legyen. Oké? Okay? És elképzeli,
így kell neked is elképzelned az ígéreteket, így kell neked is elképzelned az életedet. Ha az Úr adott egy igét, amivel bele tudod fűzni azt a jövőt, amit álmodsz magadnak, akkor álmod azt a jövőt, álmod minden nap. És álmod azzal az erővel, amit az előbb megfogalmaztam, hogy Uram, nem kérlek, nem könyörgök, tartozol ezzel. És a tartozom ezzel, ez nem hangzik jól, nem jogilag tartozik, de megígérted. Ezt ígérted. És én tudod, én komolyan veszem az ígéretedet. Nem veszem semmibe. Nem teszem úgy, mintha nem ígérted volna, és aztán kérem újra meg újra, könyörgök érte, mintha nem ígérted volna. Hanem rálépek és számítok rá, hogy te ezt oda kell adnod, mert megígérted. És ha kérem, akkor legfeljebb úgy kérem, hogy odaadnád a telcsidet? És nem kellett volna, mert nem ígérted meg, hogy odaadod, de ilyen módon a kapcsolat miatt nem bunkó módon oda mentem és elvettem, hanem elkértem. De a kérésben nem volt benne a feltételezés, hogy nem adja oda. Ezt értitek? Tehát kérek én Istentől, beszélek vele, Uram, ma van a nap, jöhet. Köszönöm. Kérem a kulcsot. Menj, édesapukám. Hálások vagyunk neked. Köszönjük az ismételgetést, a hitünk ébresztgetését, a bátorítást, amivel viszel minket előre. Hálásak vagyunk, és kérünk, hogy taníts minket képet alkotni. Taníts minket hitet keverni mindahhoz, amit te ígértél. Bármit is jelentsen ez, a szélességében, hosszúságában, magasságában és mélységében. Hogy a hitünk gyermeki legyen és egyszerű, és csak egész egyszerűen valós. Hogy álmodozzunk, és az álmainkban éljünk, és elvárjuk, és számítsunk rá, hogy az álmaink valóságossá válnak. És persze ezeket az álmokat te szövöd, Uram, ezért fogunk elmélkedni, ezért ülünk előtted. És a kép, amit te adtál nekünk, azt senki el nem veheti. Senki el nem veheti. Csak te, neked visszaadjuk. De te adj nekünk képeket, te adj nekünk valóságot, szubstanciát a reményed dolgokhoz. Jézus Krisztusnak nevében imádkoztunk. Amen. 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 Köszönöm.